Németné Szilágyi Ilonával, a karcagi többcélú kistérségi társulás bölcsöde intézményének igazgatójával beszélgettünk arról, hogyan indult újra az élet a bölcsödében. Ahogy az intézményvezető elmondta, 2015/2020-as kormányrendelet értelmében megfelelő óvintézkedések betartása mellett a város bölcsödéi újra nyithattak. Jelenleg a két telephelyünkön ugye ügyeletben vagyunk még, ügyeleti nyitvatartási rendben működünk. A két ügyeletben a 35 ügyeleti férőhelyre 27 kisgyermek van jelen. Ők veszik igénybe ezt a szolgáltatást, de mivel a 2015/2020-as kormányrendelet a bölcsödék újranyitását lehetővé tette, így ez a létszám már 47-50 főre fog felszaporodni hétfővel. A szülők, ők kísértesültek erről a rendeletről, és folyamatosan kerestek bennünket. Voltak itt mi, kerestünk föl telefonon. Néhány változás, kiszabályt azért mi is hoztunk, ugye sokkal több látogató fog érkezni a bölcsödénkbe, szülő, kisgyermek. Ez igazándiból a gyermekek reggeli átvétele és hazadásánál fog majd történni. A szülőktől kérjük, hogy mindenféleképpen szájmaszkot használjanak, rögtön készfertőtlenítést kérünk tőlük, ami ugye tehát biztosítva van a hozzá szükséges készfertőtlenítőszer, valamint kérjük a szülőket, és ehhez a kis türelmüket is, hogy az átadó helyiségünkben, ahol a gyermekek öltöztetése történik, egyszerre csak két fő és a kisgyermekek tartózkodjanak. Más ilyen, ja és még az legfontosabb, hogy csak teljesen egészséges kisgyermeket vehetünk be a csoportba. Házi rendünkben ez amúgy is benne van, de most még fokozottabban fogunk erre a házi rendünk ennek a pontjára támaszkodni, és kérjük a szülőket, hogy tényleg csak egészséges gyermeket hozzanak közösségünkbe. A nyár folyamán nem tartanak szünetet, hiszen azokat a takarítási, feltöltlenítési, karbantartási munkákat, amelyekre a nyáron szokott sor kerülni, elvégezték. A nyári időszakban nem tartunk, én úgy tervezem, nem tartunk szünetet, hiszen azokat a takarítási, feltöltlenítési munkákat, amiket egyébként is folyamatosan végzünk egész évben, megtörténtek, kisebb karbantartások is, és tudom, hogy a szülők most minden lehető szabadságukat kimerítették a vírus járvánnyal kapcsolatban. A szülők munkába való visszatérésével nagy segítséget jelent számunkra, hogy a gyermekeinek felügyeletét biztosítunk, fogalmazta meg az intézményvezető.